mutatni nektek. Kocka Kira, 4. A-osztályos tanuló. Ő fogja nekünk, ő vállalta, hogy a karácsonyi műsorunkat felkonferálja. De először kezdjük egy kis lágy zenével. Kedves gyerekek, tisztelt tanítóink és vendégeink! Szeretettel köszöntök mindenkit az alsó tagozat karácsonyi műsorának alkalmából. Tisztelettel kérem, hogy a szereplő gyerekek fellépését beszélgetéssel, hangoskodással ne zavarjuk meg. A mobiltelefonokat mindenki halkítsa le. Köszönöm szépen! Megkérem Árva László igazgató urat, hogy mondja el ünnepi beszédét. Köszönöm szépen, kedves Kira! Nem lesz egy hosszú beszéd, ettől ne tartson senki. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Nem messze karácsonytól, néhány nappal karácsony előtt nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a szülőket, nagyszülőket, rokonokat, és engedjétek meg, hogy külön tisztelettel köszöntsem egy kedves nagyszülőnket, Almás István polgármesterzat és feleségét is itt a közönség soraiban. Arról szeretnék beszélni, hogy én már lassan 4-5 annyi évet éltem, mint ti eddig, de minden évben, ahogyan ti is, én nagyon-nagyon várom a karácsonyt. Ugye ez nagyjából ez a várakozás elkezdődik számomra december 27-én, tehát amikor véget ért a karácsony ünnep, és akkor elkezdem várni a következő évi karácsony. Szerintem sokan így vagytok ti is ezzel. És hát ugye mi, akik itt élünk Magyarországon, meg Európában, világnak ezen a részén, vagy a vallásunkban, vagy a hitünkben, vagy csak a hagyományainkban, mondhatjuk azt, hogy keresztények vagyunk. Tehát ha vagy mi vagyunk keresztények, vagy a szüleink, vagy a nagyszüleink, de vagy dédszüleink, azok egészen biztosan keresztények voltak, és ezért mi ezen az ünnepen Jézus születését ünnepeljük. És minden más ezért van, ezért a születésért van. Az összes többi, a fenyőállítás, a fények, az ajándékok, ennek az ünnepnek a nagyszerűségét szeretnék kiemelni. És nagyon egyszerűen megfogalmazhatjuk azt, hogy hát mit hozott magunkkal Jézus azzal, hogy megszületett és itt a Földön élt 33 esztendőt. Egy nagyon fontos kérést közvetített minden ember felé, aki ezzel a hittel, ezzel a kultúrával kapcsolatban került, a szeretetet. Ezért szokták mondani, hogy a karácsony a szeretet ünnepe. Ezt is biztos hallottátok már, ugye? És azt gondolom az ember, hogy ez milyen egyszerű kérés ez? Hát szeretni a legkönnyebb, nem? Hát főleg akit szeretünk. Akit már nem annyira szeretünk, azt már nehezebb szeretni, igaz? Pedig hát Jézus azt kéri tőlünk, vagy azt tanította nekünk, hogy azokat is törekednünk kell szeretni, és előbb-utóbb majd sikerülni is fog. Azokat is törekedni kell szeretnünk, akik nem annyira tetszenek nekünk, akiknek nagyobb a füle, mint amit mi szeretnénk, akiknek jobb a telefonja, mint amilyet mi szeretnénk, akinek jobb játékai vannak, mint nekünk, és így tovább, és így tovább. Ezeket is, az embereket is törekedni kell szeretni, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog, mert ez előbb-utóbb vissza fog jutni hozzánk. Mert ha mi elfogadunk másokat, akikkel együtt élünk, és megpróbáljuk őket minél jobban elfogadni és szeretni, akkor ez az fogja jelenteni, hogy minket is elfogadnak majd, akkor is, hogyha egy kicsit nagyobb a fülünk,
akkor is, hogyha egy kicsit jobb a telefonunk, akkor is, hogyha több vagy kevesebb játékunk van. És azt viszont, hogy az embert szeretik másoknál, annál sokkal jobb dolog meg már, azt hiszem, nincs is a világon. Azok a gyerekek, akik itt most föllépnek ma előttetek, ők erről a szeretetről fognak majd dalokat, verseket, darabokat bemutatni. Fogadjátok őket olyan szeretettel, mint amilyen szeretettel ők készültek erre a mai délelőtre. És aztán pedig majd eltelik néhány nap, és jön a szeretet ünnepe. És képzeljétek el, ezen a szeretet ünnepén az mindenkinek a szemében ott van a csillogás, ott van a szeretet. Milyen jó lenne, hogyha ez nem két-három nap lenne, hanem mondjuk egy egész esztendő. És akkor nem kéne várni a következő karácsonyra, hanem minden nap karácsony lehetne, legalábbis a szeretet szempontjából. Na hát, erre kellene törekednünk, de én ezért ennél sokkal kevesebbet kívánok most nektek. Azt, hogy a karácsonyotok legyen nagyon szép, sok-sok csillogó szem vegyen körül benneteket, és a szünetetek pedig legyen nagyon jó. Pihenjetek nagyon sokat, mert én tudom, hogy nagyon sokat tanultok, amíg itt vagytok ősszel, meg sokat fogtok tanulni majd tavasszal is, na erre pihenjetek rá a téli szünetben, és legyetek együtt a családotokkal, és a szüleiteknek, rokonaitoknak, tanáraitoknak is kívánok nagyon szép áldott ünnepet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattok. Osztályos tanuló a télapóról mond egy mesét, amellyel a Városi Mesemondó versenyen negyedik helyezést ért el. Tordon Ákos, csodavonat. Ezermester nagyapám egy hosszú téli éjszakán nagy erdőnek fájából fenyőfának illatos deszkájából kicsi favonatot ügyeskedett. Kicsi mozdonyhoz, kicsi kocsikat, kicsi kocsikhoz, kicsi kereteket. S mert igazi ezermester volt, igazi kis csodavonat a deszkába állt, amelyik még füttyentett is. S hozzá az igazi nagy mozdonyfüttnél szebben, mert füttye madárfütty volt. Reggelre elkészült a kis vonat, s amikor én felébredtem, ott találtam a Dunán tetejében. Megörültem szívemből, hát még mikor meghallottam anyapámtól, hogy ez a kis csodavonat éppen oda röpít engem, ahová kívánkozom. Mert bizony én akkor beteg voltam, az ágyat őriztem már jó ideje, s hogy ne csillant volna fel a szemem? Kipróbálhatod tüstént? Mondta dörmögő hangján nagyapám. Hát hová is szeretnél most utazni? Télapóhoz, feleltem, s úgy láttam nagyapámnak váratlanul felcsillant a szeme. Hunyj be csak a szemed! Én már-már engedelmeskedtem, amikor eszembe jutott kicsi fehér mackóm. Hát, ha ő is szeretné látni télapót. Beültettem hát a erdőfájából való kicsi vonat kicsi kocsijába, s becsuktam a szemem. Hegynek föl, hegynek le, tekergős, kanyargós úton pufogott velünk a kis csodavonat, messze, messzire. Tó mellett is mentünk, tengerpartján is utott velünk, talán éppen az óperenciás tengerpartján. Kerültünk erre, fordultunk arra, s nem tellett sok időbe, megérkeztünk télapó házához. Palotának is beillő, nagy hófehér ház volt, de csukva volt az ajtaja, ablaka. Hely, haj, tűnődtem, hol lehet télapó? Mert hogy üres a ház, abban nem kételkedtem. Búsulásomban el is mentem volna, ha nem erősködik kicsi fehér mackóm, hogy hortyogást, szuszogást hall. Kiszűnem lenni a házból. Megzörgettem hát az ajtót, ablakot. Egyszer, kétszer, háromszor. Az első zörgetésre kedvesen csilingelő hangocska szólt. Ki az? Mi baj? A második zörgetésre egy zsörtölődő asszonyhang szólt. Nézze meg az ember, tán a házék? A harmadik zörgetésre férfi ember hangja felelt. Ennyi, elaludtunk? Az első hang jégvirág hangja volt. A második Zuzmara néné, a harmadik pedig télapóé. Köszönöm, fiacskám, hogy felébresztettél, mondta. Bizony nagy galib lett volna abból, ha nem jössz.
Ennyi, bizony még sohasem aludtam el. Nagyot kiáltott. Jó szolgáim, hóemberek, siessetek! Erre a télapóháza körüli hókupacok mind megrázkodtak, megmozdultak, s helyre hóemberekké lettek. Siettek, ahogy csak tellett tőlük, s honnét nem, 12 hófehér szarvas csöszedtek elő. Felszerszámozták, és befogták télapó szín ezüst szárnyába. Ezüst számcsengők csengtek bongtak, s télapó türelmetlenül kiáltott be a házba. Jöjj már, Zúzmara lelkem, siess kis jégvirág! Jövünk, dohogott Zúzmara néne. De még beletelett jó időbe, még felszállt a szára, mert minden ajtót 7-szer zárt be, s minden kulcsot más-más helyre rejtett el. Télapó addig a hóemberek munkáját vigyázta, akik 12 hófehér szarvast vezettek elő. Felmászták tengersok játékkal, amelyek mindegyike majd egy-egy gyermek szívet vidámít fel, s egy-egy gyermek szemet vidám fényesít ki az öröm fényességével. Mikor Zúzmara néne és jégvirág is fennültek a szánon, a legölesebb hóember felkapaszkodott a vaklésbe, s hajrá, már repültek is volna, ha nem mind kezével télapó. Hát ezt a kis fiúcskát tán csak nem hagyjuk itt a kicsi mackójával és a kicsi favonattal, ugolj csak a számba. Zúzmara néne kelletlenül helyet szorított maga mellett, de télapó nem engedte, hogy oda üljek. Így hát ő mellé ültem, s az ő bárány szörmével bélelt dekecsem elengetett az úton. Szélnél sebesebben repült a szám, repült felhőknek hátán, a legmagasabb hegynél magasabban. S télapó lengő szakállából milliónyi hófej hullott, s mi repültünk. Olyan sebesen repültünk, hogy szédülni kezdtem, s becsuktam a szemem. Amikor kinyitottam, az ablakon át fehér arcával bemosolygott a tél. Hópelyhek hulltak, karogtak, s onnan tetején nagyapám eszkábált a fonatom, hadárfüttyel jelezte, hazaérkeztünk. Kicsi fehér mackó vidáman mosolygott rám, mintha azt mondta volna, elhoztuk télapót. Lehet, hogy így volt, lehet, hogy álmodtam. Hogy megbizonyosodjon felőle, már kellene kérdeznem kicsi fehér mackómat. Ő bizonyára emlékezne rá, ha még mindig ott lakna, gyermekkorom játékfiókjában. És téli természetvarázslás jellegű köszöntő nőszakás. Leginkább a Dunántúlon fordul elő. Karácsony másnapjától január 6-áig a regősök, általában fiatal legények járják a falut, és minden háznál regős éneket énekelnek, majd ezért cserébe ajándékot kapnak. A 4. C-i osztály ezt a népszokást fogja nekünk bemutatni a következő percekben.
Mártin Kristóf, 4. B osztályos tanuló klarinéton és furuján játszott. A 4. C és kistestvérük, az 1. C osztály, az egy elfelejtett szó című dalt éneklik el közösen, majd Hajdú Zsolt, 4. B osztályos tanuló fog ismét hegedűn játszani.
verse, ének. A 4. B osztály kedveskedik nekünk ünnepi összeállításukkal. Lukácsi Vilma, a fenyves erdők elindultak. S hozták a havas illatát, hallgassuk meg elcsendesedve, mit mond egy kis fenyőfát. Amelyik ember él a földön, akinek szíve lelke lesz, csillagra nézve égre kitáguló gyermekszemek. Amíg a kérges szívek mélyén lesz egy parányi szeretet, addig mindig lesz karácsony a célbe burkolt föld felett. Ne keresd a fa ajándékát, Isten az ajándékozó, ne várj mindent a hangulattól, hogy szépen esik a hó. Az igaz fehér karácsony a testet öltő szeretet, s az, hogyha számodra Jézus megszületett. A fenyves erdők megérkeztek, s hozták a havas illatát. Megszületett megváltóra, beszél minden fenyőfág, s hallgatja szerte a világát. Donászi Magda, hóember, fekete szén a szemem, szép csodálat elmetem. Oldom lép a nagy dalap, fejemen vaskalap, szám is van, fülem ígér, hónom alatt seprűnyér. Húsugámon még él, 9 apró széngom figyelj, ághegyéből csöppverésszel vállamra elég. Arra volt kíváncsitán, hogyan szeled a pipám. Gyerekek, most találós kérdések fognak jönni. Helytetején születtem, fagyosszél sem bír velem, leveleim hegyesek, szúrnak, mint a kis szegek. Mondd meg hamar, mi a nevem? Égből hullok, fehér vagyok, szeretem a kemény fagyot. Siklik rajtam szánkók lápa, vígcsatákban vagyok labda. De ha olvad vízé válok, pára leszek, égbe szállok. Mondd meg hamar, mi a nevem? Van óra, van talpa, lovagolva ősz rajta. A gyerekek úgy szeretik, ha havon fürgén siklik. Mi az? Van nekem egy emberem, nem sír, hogyha megverem. Nem fáj neki soha semmi, és nem szokott soha enni. Egy helyben áll, nem tud menni, nem szeret melegben lenni. Behozni át nem merem, mert nem lenne emberem. Rákos Klára, hóember. Ott állt a kert végében feckesen, a fogvacogtató szelet se bánta. Büszkén viselte sárga répa orrát, és messzőre is pirosló csipkebogyó szemét. A hóna alatt az ócska cirok seprűvel a madár jesztőre hasonlított. Délután újra esett a hó. A hóember meghízott a rátapadó hópelyhektől. A puha csendet távoli száncsattogása verte fel. Rigó mama élelmet keresett, de nem talált. A madarak már az utolsó facsit, egy gyümölcsöt is elfogyasztották a lehető vadalmafáiról. Hiába kutattak az erdő bagya és eleség után, a szén elfogyott az etetőből, s a már hó lett a föld sem rejtekedett, már semmiféle ennivalót. Mi lesz velünk? Ki segít rajtunk? Kérdezzük meg a hóembert, talán ad valami jó tanácsot.
A hóember alakja messze kimagaslott a kopárbokrok közül. Sárga répa orra és sipkebogyó szeme virított a fehérségben. Az állatok fázósan topogtak körülötte. A hóember hosszan nézte a csupacsont négylábúakat, és segítségkérően fordult a naphoz. A napocska odaküldte a legmelegebb sugarát. A hó olvadozni kezdett a répa körül, és a répa lecsúszott az őz meg a nyuszi elé. Osztozzatok meg rajta! Az állatok megköszönték a váratlan ajándékot, és eltűntek. A hóember melegséget érzett a szíve körül. Azt hitte, talán a déli napsütéstől. Éjszaka újra hidegebbre fordult az idő. A hóembernek eszébe jutottak a kert éhező fázó madarai, és üzent értük a hajnali széllel. Kérlek, tisztítsátok meg a seprűmet a rajta maradt magoktól. A hány fekete rigó, cseregő szarka, vörösbegy volt a környéken, mind oda sereglett a hóember köré. Szemezték a seprővel a magot, míg csak a puszta veszőnye maradt. Akkor felfújták a tollukat, és jól lakottan elrepültek. A hóember pedig elégedetten villogott csipkebogyó szemével. Ismét eltelt egy nap. Sünyi ballogott búson a kert alján. Miért lógatod az orrod? Lepurult a tüskémről az utolsó hullott vackor, és még egy száraz levelet sem találok. A hóember semmit sem szólt. Odaadta a két csipkebogyót. Másnap gyerekek vidám hada vette körül a hóembert, és hiányzó szeme és óra helyett újat tettek neki. Sarusi kis Ádám, első A, illetve Barna Márk, első C osztályos tanulók egy verset adnak elő, majd iskolán kiskórusa Adi Endre és Gida Jenő megzenésített verseit fogják elénekelni. A dalokat Kruzslicné Dudás Ilona tanította be. Szintetizátoron közreműködik Mohai Szilárd, első A osztályos tanuló. Kiállok, de boldogok a
mennék, mennék, énekelni mennék. Nagyon között kis Jézusért minden szépet tennék. Új csizmám a sárban, százszor bepiszkolnám, hogy az Úrnak szerelmemet szépen igazolnám.
A legszebb karácsonyfa színű színdarabot majd egy dalt adnak elünk. Ezzel a műsorszámmal kívánok mindenkinek békés, boldog karácsony és eredményekben gazdag, boldog új esztendőt! A legszebb karácsonyfa, télidőn, mikor lehullott a lomb, befagyott minden tó és folyó.
Amikor hófelhők fedik el a mennybolt kékét és a napkorongot, a lelkünk is megdermed ilyenkor, és a kedvünk is olyan, mint a fogyóhold. És akkor egyszerre szétnyílik a vastag felhőzet, az égből előtör egy varázsos fényeláb, és előbb Mikulás apó szánkója szántja végig a látóhatát, majd angyalok csapata száll a földre. Vigasz, remény, hitet ragyogó gyertya fényes karácsony felhozva palotába és kunyhóba, csüggett lelkünket fénysugárba vonva. A mi otthonunkban minden évben kék tűjű, ezüstágú, sudár törzsük fádhoz a nekünk jelölt angyal, melyet mindig a beteljesülő vágy örömével fogadtam, pedig soká nem ismertem történetét, míg egyszer egy angyalka elmesélte nekem. Én ezt most tovább mesélem, hallgassátok csak! Messze-messze fönt éjszakon, a sűrű fenyőerdő mélyén él a hómanók népe. Takaros kicsi házikójukban laknak a hatalmas öreg fenyőfák tövében. A hómanók nagyon vidám és barátságos kis lények. Szeretik az erdők mezők állatait, növényeit, védik és óvják őket a betörtkodóktól barátaikkal, a hótündérekkel együtt. Amikor beköszönt a tél, a hómanók előbújnak rejtekeikből és szorgosan kültekedik a rőzsét és különböző gogyókat. Amikor megvédett és néztek az ablakon, nagyon meglepődtek. Hát bizony, ennyi havat nagyon régen láttam utoljára. Gyorsan öltözzünk fel! Jó reggel, kedveseim! Hozzunk friss szénát a gidáknak. Ez a maga tiétek, madárkák. Miután ellátták a kis barátaikat, elindultak játszani. Elővették szánkójukat, és vígan csúszkáltak naphosszat a lejtőkön. Hamarosan itt a karácsony. Egy közeli faluból két kisgyerek, Kriszti és Tomi kora hajnalban útra kelnek nagypapájukkal. Egy ágrát csend volna, hiszen ezek hómanók. Jó reggelt, jó reggelt! Jó reggelt! Egyszer csak különös érzés fogja el a két kisgyereket. Egy különös sárgás fény világítja meg a fenyőket. Nagyapó azonban mindenből semmit sem vesz észre, és megállítja a szán egy kis tisztás szélén. Itt álljunk meg! És sok kis fenyőfáska növekszik a nagy fenyők ágainak védelme alatt. Nagyapa, ezt a fát válasszuk, ugye milyen gyönyörű? Nagyon szép kis fa. Nem szégyelled magad, nagyapó? Ugyan miért kéne szégyelnem magam? Nem vághatod ki csak úgy kis fákat. Segítség! Mi történik itt? Nagyapó, félünk! Fogjátok ezt a kis fenyőfát, és ültessétek el a kertetekbe. Emlékeztessen benneteket ránk mindenkor. Tudjátok meg, hogy nem szabad bántani az ártatlan kis fákat. A fa olyan pici és törékeny, vigyázzatok rá! Megígérem, kedves tündér, hogy soha egyetlen fát sem vágok ki. Akkor elengedünk benneteket, menjetek békében. Menjünk haza! Közben elkezd ismét szállingózni a hó. Kriszti óvatosan tartja kezében a kis fenyőfát, miközben nagyapó fejét rázva egész úton azt mormogja. Hát ilyen még soha életemben nem történt velem. Otthon a gyerekek egyenesen szüleikhez rohannak, hogy elmeséljék furcsa kalandjukat a tündérekkel.
Anya, apa, képzeljétek, mi történt velünk? Mi történt? Találkoztunk a tündérekkel, ezt a kisfát kaptuk tőlük. Majd elültetjük, remélem gyorsan nagyra nő. Ezen az éjszakán különös dolgok történtek nagyapói kertjében. Halvány sárgás fény kíséretében egy csapat tündér lépen be az udvarra, hogy körültáncolják a kis fenyőfát és teleszórják meg annyi fényes csillaggal. Gyorsan, nem sokára reggel lesz, és akkor biztos rögtön kinéznek az ablakon. Már készen is vagyunk. Hát nem gyönyörű ez a kis fa? Kisfa az éjjel hatalmas fenyőfává cseperedett, és ágait sok-sok csillag díszíti. Ez lesz a legszebb karácsonyfánk, ami valaha is volt. Majd feldíszítjük gömbökkel és gyertyákkal is. Csodaszép lesz. A legszebb ünnep a karácsony! Köszönjük, kedves tündérek, köszönjük! Milyen szép is ez a karácsony! Gyönyörű a karácsony!